Emi a kő túlkanyó. Kent a szobában lakik itt bent. Lám csak jó az Isten, jót árt, hogy fölvitte a kent dolgát. Így szaladgál föl s alá, még a ládára is fölszáll. Nevelőszülőknél élő gyermekeknek és fiataloknak szervezett szavaló versenyt a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A szervezet számára fontos a gondoskodásukban nevelkedők tehetségének felfedezése, támogatása. Az eseményre többek között Nemes Rita, a Tolna megyei Így és Gyula Könyvtár gyermekkönyvtárának osztályvezetője is meghívást kapott, mint a zsűri tagja. Nagyon-nagyon fontos, mi a könyvtárban is nagyon fontos szerepet szánunk az olvasóvá nevelésnek, és azt gondolom, hogy egy ilyen rendezvény is ezt nagyon nagyban segíti elő, úgyhogy ezért is örömmel vállaltam ezt a felkérést. Nagyon fontos szempont szerintem, hogy mindenki a korosztályának megfelelő verssel készüljön, ez az egyik. A másik, nagyon-nagyon örülnék, hogyha olyan irodalmi művek is előkerülnének, amelyek nem túl gyakran hangzanak el egy ilyen versmondó versenyen. Tehát az irodalomválasztás nagyon fontos, és természetesen az előadásmód az, hogy hogyan tudnak hatni a közönségre a gyerekek, és át tudják-e adni azt, amit szeretnének. Rájöttem már, mire jó ez a ló, mire való. Barátkozni, simogatni, együtt lenni, csuda jó. Ha fölülök a hátára, messze vihet ez a ló. Utitásnak, jó barátnak, pompás kis útra való. Leila, Aranyosi Ervin, Mire jó ez a ló című versével készült. Ez a vers még az emberről, meg a lónak a barátságáról szól. Mert szeretem a lovakat, 9 darab van nekünk. Este jó, este jó, este mégis jó. Apa most mit olyan főz, együtt lenni jó. Még a fűz, a fazék, még a tápfűtjük, bogárkarik a forog, a lámpa körül. Ugye a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 6500 gyermekéből 350 nevelkedik Tolna megyei nevelőszülői hálózatunkba, és nagy örömünkre minden tizedik gyermek fiatal vállalta a megmérettetést a mai nap alkalmából. Nagyon, nagyon jó dolog számunkra, és azért is fontos, mert amellett, hogy mi a munkánk során a teljes körellátás gondoskodás mellett igyekszünk az egyénre szabott fejlesztési szükségleteket kielégíteni és a lehetőséget biztosítani. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a tehetségek ápolására, és ilyen alkalom ez is, ami ma zajlik. És amellett, hogy minden gyermek fog kapni oklevelet, csokit, apróságot, amellett még egyéb hozadéka is van egy ilyen alkalomnak és a mai napnak is. Egyrészt a hallgatóság kellemes élményben részesülhet, kis szeletét a kultúrának megkaphatja a gyermekek által. A nevelőszülők, a tanácsadók büszkén örülhetnek annak, amikor gyermekeink verset szavalnak, mesét mondanak. És azok a versenyzők, akik megmérettetik magukat, emellett még egy olyan újási dolgot kapnak, hogy képesek voltak, amit elterveztek, kiállni és megtenni azt, amit szerettek volna. És ezt az érzést szeretnénk bennük tovább is vinni. És még egy fontos dolog van ilyen rendezvényeknek, vagy hasonló rendezvényeknek is értéke, az az oda vezető útnak a haszna. Hiszen ilyenkor, amikor kiválasztották a művet, amit megtanulnak, akkor szorgalmat és kitartást igényel. A segítség a nevelőszülő részéről egy nagyon hasznos és fontos időtöltés, a kapcsolat és együttműködés reményében, a gyermek számára pedig egy nagyon fontos élmény, hogy képes volt rá. És mi azt sugalljuk minden gyermekünknek, fiatalunknak, hogy ha képes volt egy verset megtanulni, akkor képes lesz. És ha eldönti, akkor képes lesz szakmát szerezni, diplomát, érettségit szerezni, és a végezetül egy önálló életet is élni.